Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejű és kedvezményes felnőtt képzési programra, mint a Tudásod a jövőd. A programban minimális önerő befizetésével bárki idegen nyelvi vagy informatikai képzésen vehet részt, aki betöltötte a 18. életévét, és nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban. Így a program több ezer embernek ad komoly esélyt a fejlődésre. A múlt pénteken tartott lakossági tájékoztatón jelen volt Talabér Márta, polgármester is, aki örömét fejezte ki, hogy a könyvtár csatlakozott ehhez az igen kedvező EU-s lehetőséghez, ezzel esélyt adva a palotaiaknak, hogy minél többen vehessenek részt a hamarosan induló képzéseken. A TÁMOP idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése elnevezésű program alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek növelése. Én remélem, hogy akik részt vesznek majd ezen a képzésen, akár a nyelvin, akár az informatikain, olyan tudásra fognak szert tenni, ami egyfelől a már meglévő munkájukban segíti önöket, vagy hogyha esetleg jelen pillanatban munkanélkül vannak, akkor segíteni fog abban, hogy találjanak egy olyan munkát, ami majd a későbbiekben a megélhetést biztosítja. A programot Magyarország egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi problémája, a foglalkoztatás kritikusan alacsony szintje teszi indokoltá, hazánkban ugyanis sokkal kevesebben rendelkeznek állással, mint más uniós tagországokban. Ehhez hozzájárulhat, hogy Magyarországon a digitális írástudatlanok aránya jóval meghaladja az uniós átlagot, valamint a magyar munkavállalók idegen nyelvtudása is rendkívül alacsony. A 25-64 év közötti lakosság háromnegyede semmilyen idegen nyelven nem beszél. A program teljes keretösszege csak nem 12,5 milliárd forint, melyből a résztvevők támogatása 90 ezer forint fejenként, amivel aztán szabadon gazdálkodhatnak. A projektről általános tájékoztatást Budai László, könyvtárigazgató adott, majd a jelentkezés részletes feltételeiről Volenk Né Temesi Zsuzsanna, a program egyik mentora szólt. A legfontosabb a tudásodajövőd.hu portálon való regisztráció, mert ez nem olyan fajta tanfolyamok, hogy itt helyben kellene jelentkezni rá, hanem csak ezen a portálon keresztül. És ekkor nyílik meg az a bizonyos 90 ezer forintos virtuális pénztárca, amit úgy lehet felhasználni, hogy az ember a portálon megjelenő képzések közül keresgél. Jelenleg körülbelül 80 képzőintézménnyel van már kapcsolata a Tudásod a jövőt programnak, de továbbra is folyamatosan bővülnek a képzési lehetőségek. A tervek szerint a jelentkezők az ország egész területén összesen 300 képzőhelyen tanulhatnak majd. A projekt hosszú kifutású, az egész 2013-as évet felöleli, de ha elegendő a keretösszeg, akár 2014. augusztusáig is tarthat. A felnőtt képzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb környezetben élőket és a 45 év felettieket. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. További információ és jelentkezés a könyvtárban, valamint a www.tudásodajövőd.hu honlapon.